A tábor ideje alatt minden nap úszásoktatás, vízilabda, kézilabda, foci, röplabda és egyéb játékos programok kötik le a gyerekek sokszor kifogyhatatlannak tűnő energiáját. 8 előtt már, akinek úgy van, hogy 8-ra megy dolgozni, szülő azt kihozhatja, tehát 3-4-8-ra már itt vagyunk ilyen ügyeletbe, 8-ra azért behozzák a gyerköcöket, akkor ugye átöltözünk, fölkészülünk, van bent egy ilyen jó 1-4 órás úszás tanuszodába, nagy mert 4 csoportot tudunk csinálni, abszolút kezdő, középhaladó, haladó, akár fiúkat, lányokat szétbontva, egy jó 1 óra 15 perces munka, tehát kijövünk, kapnak 10 órait, egy kis ilyen rajzolás, illetve ilyen kis szabadtéri foglalkozás van itt, pont látszik, hogy ilyen füvön foci, vagy a homokba foci. Délbe elmegyünk, a Fortuna étteremben van egy ebéd, visszaérkezünk, egy kis ejtőzés, akkor délután van még vagy egy ilyen benti úszás, vagy egy kinti, attól függ az időjárás is, hogy mit enged, egy kis mozgás foglalkozás. A gyerekek a legjobb kezekben vannak a rónaszéki táborban, hiszen ezen a héten a Kevi 4 pedagógusa látja el őket jó tanácsokkal, tanítja őket újabb és újabb játékokra, ügyelve biztonságukra is. Jövő héttől pedig újabb szakemberek kapcsolódnak be a munkába. Évek óta ugye, mint testnevelők csináljuk ezeket a hagyományos úszótanfolyamokat nyáron. Ugye megvannak, hogy ki kivel szokott csinálni, ki mikor szokott csinálni, és most tulajdonképpen úgy ötvöztük ezt a 2-2 heteket egy hetekre, és akkor 4 pedagógussal összekötve. Szabó Gabriella van jelenállás szerint, a gimnáziumban jött a Viszlai Orsolya tanárnők, Pásztor Gyula, jó magam Horváth András, és akkor jövő héttől ugye a Simon Gábor, mint a fürdő részéről, illetve Cérna János is jelezte, hogy ő is évek óta csinálja, hogy szeretne. Illetve megemlíteném a Szűcs Zoltánt, hogy ő a háttérmunkálatában nagyon sokat segít, így a nyilatkozatokat, nagyon sok olyan papírmunka van a jelentkezésekkel, ő koordinálna ezeket a dolgokat. Úgy látszik, az időjárás is épp ezekre a napokra időzítette, hogy végre nyári arcát mutassa. Így hosszú várakozás után elindulhatott az igazi strandszezon. Ehhez persze kellett a veszélyhelyzet megszüntetése és a korlátozások feloldása is. Főleg a hétvégén nagyon jó idő volt, és hát nagyon sokan is jöttek. Hát számok tükrében olyan 700 ember volt szombaton, vasárnap pedig 850, plusz a kempingezők, ami szintén 150-200 embert jelent. Teljesen természetesen minden egyes szolgáltatásunk a fürdőzők rendelkezésre áll, a lángossütő, kürtös kalács, pedikűr, masszázs, szauna, infrakabin, 2 termálmedence, és hát tulajdonképpen minden medencék működik, és természetesen a kemping is működik. Jövő héten újabb csoporttal ismét megnyitja kapuit a rónaszéki tábor. Jelentkezni még lehet a Kiskörösi Vízisport Alapítvány Facebook oldalán megtalálható elérhetőségeken.